Sziasztok! A mai videóban Nóra Beauty újdonságokat fogunk letesztelni, és készítünk egy monokróm sminket. Tartsatok velem! Na hát, ez be kell, hogy valljam, hogy ennek csak egy része újdonság számomra, ugyanis ha velem tartottatok Rossmann Beauty Expo-ra, amiről készítettem is videót, és találkoztam Ördög Nórával személyesen is, akkor tudhatjátok, hogy ott már kipróbáltam ezeket az új arcpirosítókat, amik egyébként ilyen 3-1-ben termékek, rakhatod szájra is, arcpirosításra is használhatod, és igazából szemhéjre is ki is fogjuk ott is próbálni ma. Ezen kívül viszont van itt egy másik újdonság is, ami pedig egy ajakdúsító szájfény. De mindent meg fogunk most vizsgálni alaposan. Kezdjük ezekkel a pirosítókkal, amik 3 árnyalatban elérhetőek, és itt is van nálam mind a 3. Ugye ki is swatcholom őket, 1-es, 2-es, 3-as. Az 1-es az egy ilyen Fluffy Peach névre hallgató barackos árnyalat. Nekem szerintem ez lesz most a kedvencem, de azért elég nehéz dönteni közülük, azt is bevallom. Van egy ilyen applikátora, és swatchon pedig így néz ki. Ha szeretnéd, akkor tudod jó intenzíven is használni, de ha szeretnéd, akkor tudod sokkal-sokkal lightosabban is, akkor kevesebbet kell felrakni nyilván, és az a legjobb, hogyha új beddel dolgozod el szerintem. Lehet ilyen egészen kis finoman is, és ugye tudod sokkal-sokkal-sokkal intenzívebben is. Ez a termék egyébként nekem ott már a Beauty Expo-n is nagyon tetszett, főleg azért, mert lehet építeni is, tehát tényleg ezt én nagyon szeretem, amikor egy termék ilyen gyorsan, könnyeden használható, és ilyen kis no make-up make-uphoz is tudom használni, de ha akarom, akkor viszont fel tudom építeni, és ez már a Nóra Beauty termékek közül is nekem való, mert egész erőse is fel lehet, és mint látjátok, nagyon-nagyon könnyű volt eldolgozgatni. Úgyhogy ezt ott helyben, a rossz fényben, rossz körülmények között a Beauty Expo-n is nagyon könnyen fel tudtam helyezni. A másik szín, ami itt van, a 2-es, az egy Heavenly Rose, tehát magyarul ez egy rózsaszínesebb árnyalat lesz. Egyébként azt írták a Nóra Beauty oldalon a termékről, ezekről a színekről, hogy inkább hangulatot kölcsönöznek, attól függően, hogy milyen kedved van, mint hogy fontos legyen, hogy milyen bőr típusra vagy tónusra rakod föl. Igazából mindenkinek jól állnak, azt írták, tehát lehet ilyen nagyon kis lájtosan is, és lehet ugye erősebben is. Ha akarod, akkor lehet építeni is, tehát erre még tudok anyagot tenni, és még tovább erősíteni, hogyha szeretnéd. 03-ashoz pedig egy fuchsia, képzeljétek el. Az egy érdekes, nagyon szép szín egyébként, ez is a kedvenceim közt van természetesen. Így, ez meg ilyen színű, és hogyha picikét rakok, akkor meg ilyen. Így, vagy pedig erősebben. Tehát tényleg egy-két pötty, egy-két tapogatás, és akkor el is lehet dolgozni. Ez a 3 pirosító egyébként matt finisht eredményez, és Olaszországban készültek. A Nóra Beauty Lip and Cheek egy lágy, könnyen felvihető, krémes formula, amely puderes állagúvá válik a bőrön. Használata könnyű, az eredmény pedig tartós. Használd a szádon, pirosítsd vele az arcod, sőt, ha igazán különleges hatásra vágysz, vidd fel a szemhéjadra is. Az árnyalatok inkább a hangulatról szólnak, mint bőrtónusról, vagyis bőrtónusodtól függetlenül bármelyik szint használhatod. Válasz az alapján, milyen hangulatod van és milyen hatást szeretnél. A 01 Fluffy Peach egy barackos árnyalat, ez egy kiegyensúlyozott boldog hatást kölcsönöz. A 02 Heavenly Rose rózsaszín árnyalat természetes és visszafogott, a 03 Warm Fuchsia pedig lilás árnyalat a magabiztos merész megjelenésért. Egyébként ennek a monokróm stílusnak az is lenne a lényege, ugye nyilván az, hogy egyféle színnel sminkeled, vagy egy színnek az árnyalataival sminkeled a szemedet is, a pirosítást is úgy rakod föl, és a szádat is ugyanazzal a színnel, tehát hogy minden egy színnel készüljön, úgymond. Viszont egyébként ennek az is az előnye, hogy így nagyon természetes hatást tudsz elérni, főleg, hogyha nem nagyon-nagyon-nagyon sokat használsz nyilván. Én most a 01 Fluffy Peach-et fogom használni, és igazából, ha jól emlékszem, ugye gyorsan megnézem, hogy ha ha használod, akkor applikátor segítségével, ami ugye van, az applikátor segítségével tegyél fel 3-4 kisebb pöttyöt az arcodra, és az új beddel, vagy egy nagyobb beddel segítségével dolgozz el, ezt írják. Hát én igazából úgy gondoltam, hogy már ki is próbáltam, ugye, szóval tudom, hogy el is dolgozható úgy, hogy egy nagyon picit fölpöttyintek, ilyenkor én le is szoktam szedni az ecsetről egyébként a fölösleget, mert nagyon sok van rajta,
És akkor ide pöttyintek egy picikét, aztán pedig így új beggyel eltapogatom, és igazából ennyi akár bőven is elég. De hogyha szeretnél még, akkor lehet építeni ugye rá. Egyébként tényleg ennyi az eldolgozása, szóval ez nagyon hasznos, jó kis termék, és a finise pedig tényleg ilyen púderes, és ugye nem csillogós. Én egyébként egy kicsit fényesen alapoztam most, és bizonyos helyekre raktam fényes púdert is, hogy az arcomnak legyen ragyogása, viszont a matt finisű kis pirosítás ide külön jó emiatt. És akkor, hogyha akarnád, most fölviszem a másik oldalon kicsit erősebben, oda most nem húzogattam le az ecsetről, hanem eleve egy nagyobb mennyiséget ugye fölnyomtam rá, akkor egészen erősre is tudod készíteni a pirosítást, és persze így vissza is tudod szedegetni. És nyilván egy picit úgymond eltúloztam, hogy lássátok halvánkán, meg erősebben is. De egyébként egy full teljes sminkhez akár lehet, hogy így használnám. Most emellett egy kicsit eltűnt ez az oldal, úgyhogy ragok is oda. Egy picit pluszba, mert hogy ugye építeni is tudom. És egyébként nem kell tőle megijedni, mert látjátok, így hirtelen borzalmasan soknak tűnik ez a kevéske is, amit felraktam, de utána meg olyan szépen egyenletesen el lehet oszlatni. Mivel ez ilyen púderesre száradó és nagyon tartós termék, igazából semmilyen fixálást nem igényel, de ha mégis szeretnéd módosítani a színét, vagy még extra biztosabbá tenni, bár egyébként tényleg nem szükséges ilyen szempontból, akkor lehet rá nyugodtan púderes pirosítót is használni. Illetve még van egy olyan trükk, hogyha véletlenül úgy érzed, hogy mégiscsak sok lehet, mégiscsak nem szépen tudtad eldolgozni a határaid, akkor tudsz még egy olyat is csinálni, hogy fogod a púderedet, egy nagy púderecset, tehát ez a Tudus Female Powder Brush, és így rásuhintasz innen középről egy kicsit a széleire a púderrel, és akkor aztán biztos, hogy nem lesz túl sok, meg nem lesznek peremei, hogyha véletlenül mégis van ilyen probléma. Na most ugyanezt rakhatjuk a szemhéjre is. Annyit mielőtt ideültem egyébként sminkelni, megcsináltam, nyilván le volt tisztítva az arcbőröm, és elapozott, fölraktam ilyesmit, viszont a szemhéjem most semmi nincs, csak a letisztított bőr. És a krémes termékek alá egyébként úgy általánosságban igaz, hogy rakhatunk szemhéjbázist, van, amelyik alá kell is mindenképpen, viszont arra érdemes figyelni, hogy ne túl szilikonos, ne túl csúszós legyen, hanem egy viszonylag szárazra megkötő szemhéjbázis legyen, hogy a krém alá szeretné a szemhéjbázist. Viszont vannak olyan termékek, mint például ez is, ami ugye ilyen púderesre szárad, ahogy mondtam is, és ez jó tartós is, ez alá nem feltétlenül kell egyáltalán szemhéjbázis, viszont ezt mindig azt szoktam mondani, hogyha ilyesmivel kísérleteztek, hogy ki kell próbálni, hogy neked a te szemeden működik-e, és hogy működik nélküle, vagy melyik szemhéjbázissal, azért, mert mindenkinek egy kicsit más a szeme, van, akinek ott is izzadós, meg olajosabb a bőre, és akkor esetleg lehetnek tartóságbeli, meg összegyűrődési problémák jobban, van, akinek meg szárazabb, pont az a problémája, van, akinek ráncosabb, van, akinek feszesebb, stb. Tehát ugye ezt ki kell kísérletezni, de nekem működőképes egyébként az én szememem mindenféle plusz szemhéjbázis nélkül is. Arra viszont figyelni szoktam, hogy keveset rakok fel, nem is kell belőle ugye sok. Na most ezt használhatod úgy is, hogy rakok mondjuk a felébe, és csak ennyit csinálok, és szépen így eltapogatom, és akkor egy füstnek itt a végében jó is lehet, és az elejében mondjuk raksz más, de úgy is csinálhatod, hogy az egészre rárakod. Attól függően, hogy szeretnéd, nyilván, hogyha monokróm mellett akarunk maradni, akkor akár nem is kell mást felrakni rá, akár ennyi elég is, egy kis szemhéjánnyal is mehetsz is tovább. Én azért arra szeretek figyelni, hogy egy picit játszunk azzal, hogy oké, hogy egy szín, de akkor is itt rakom le először az új begyemet, és itt rétegzem egy kicsit jobban, és utána befele pedig már csak így új begyel elhordom az anyagot, és ezáltal, ahogy haladok befele, ugye egyre kevesebb jön le az ujjamról, és egyre kevesebb kerül be, és itt akár szabadon is hagyom, hogy egy pici világosítás ott legyen, nincs világosítás, de nem is sötétítettem be, úgy, mint itt, ezért olyan, mint aki lenne ott világosítva. Tehát ilyen apróságokkal azért sokat lehet csalni, hogy még szebb legyen az összkép, és én szeretek arra is figyelni, hogy ide egy nagyon pici kerüljön, de már csak a maradék a tényleg elég, azért, hogy úgy egybe legyen. Illetve arra, hogyha szembenézel a tükörre, akkor itt ez a rész látszódjon. Tehát, hogy egy picivel följebb vinni a füstöt, ami már csak alig-alig látszik, azért, hogy amikor kinyitod a szemedet, akkor is látszódjon valami.
És akkor, hogyha szeretnéd, akkor ennyi, és nem is kell más csinálnod. Még felraksz egy szempillaspirált, és mehetsz is a dolgodra. És ez is tök jó, főleg a mindennapos, hétköznapi szaladós sminkekhez. Én azért még egy nagyon picit fel fogom dobni, és egyébként használhatod szemhéjbázisnak is, hogy ezt az egészet felrakod, így ahogy most csináltam, vagy telibe, és nem is árnyalgatod össze-vissza, és aztán arra porolsz rá, és a porral viszont már árnyalgatsz. Tehát ezt ugye lehet így többféleképpen használni. Na! Viszont attól még monokróm marad egy smink, hogyha hozzárakunk másik anyagot, csak ugyanennél a színnél próbálok maradni. Ez például itt egyébként egy pirosító paletta, ez a Catrice Maxime Giacomo-s limitált kiadású palettája volt, arcpaletta. A Turbo Steam a Blending Brush-sal, tehát a nagyfejű satírozó ecsettel, ebből a színből fogok felvinni, mert ez nagyon hasonló ahhoz, amit használtam, csak egy picivel sötétebb és porállagú. És ezt fogom ide egy picike mélyítésnek, sötétítésnek fölvinni. Igazából elég csak ennyi, hogyha maradunk ennél a gyors, szaladós, hétköznapi sminknél. Ide konkrétan az egyharmadába mondjuk nagyjából. És a mélyítő alá, meg a mélyítőbe picit besuhanok. Nekem, én azt tapasztaltam ki, hogy jobban áll, hogyha van egy pici bemélyítése is a sminkemnek, én azt jobban szeretem, de hogyha valaki ezt nem igényli, akkor ez a lépés teljesen ugye ki is maradhat. Én még egyetlen dolgot fogok rárakni, a Turbo Steam-es Short Shader Brush, a picike fejű szemhiányaló ecsettel, az Adentől, ezt a, mi is a neve ennek a pigmentnek, 13-as pigment por. Hát ez ilyen, nem is tudom meghatározni milyen szín, ez is nagyon hasonlít erre a pirosító színre, csak ez ugye fényes pigment, a csillogása miatt egy kicsit az árnyalata is másabb azért, de hasonló. Nem tudom kamerán keresztül mennyire látszik, ilyen kicsit barackos, picit narancsos valami csoda. Na és ezzel annyit fogok csak tenni, hogy ide egy pici fényt még csempészek. Nem is akarok sokat, nem is akarom nagyon ráhordani. Csak így itt az elejében. És akkor egy pici highlightot még oda így csempésztem. Ezt lehet természetesen még a szemöldök alá is rakni, de én már nem akarom tovább fokozni, mert pont egy egyszerű megoldást akartam mutatni. Ez még szerintem így az egyszerűn belül marad, csak egy fokkal léptünk feljebb. Egy szempilla spirál után, egy barna spirál után így néz ki az összkép, és szerintem ez így tök jó egyébként, és nagyon könnyen használható tényleg. Így biztosan összeélik a pirosítod a szemhéjfestéke, az biztos. Szájon is meg szeretném nektek mutatni, de először nézzük meg azt az anyagdúsítót, ami még itt van a csomagban. És amit viszont én magam még nem láttam, nem próbáltam, annyit csináltam vele, annyit azért elmondok, hogy ez a Glow Media névre hallgat, annyit csináltam vele, hogy a kezemen megnéztem, mert egyébként ilyen kis kitekerős, ilyen, és én már kitekergettem egy picikét, ennyi történt vele, és ezt ide kikentem. Egyébként ez egy ilyen fényes ajakbalzsam-szerű állag. Így. Ott látható, szép fénye van nagyon egyébként. És akkor ilyen a szám előtte. Most nem tudom, hogy dúsítást különösebben fogunk-e fizikailag is látni, vagy csak optikailag, mert nyilván dúsabbnak tűnik eleve, ha a szájfény van a szádon, de ilyen az előzmény. És majd össze fogjuk hasonlítani, hogyha felraktam, akkor látható egyébként különbség. Azt ígéri, hogy fényesek és hidratáltak lesznek az ajkaim, és hogyha 2-3-szor frissítem napközben, akkor egész estig tartó hatást tudok elérni vele. Az erre egyébként 3299 forint, most itt aztán vagy a pirosítóit nem mondtam, az 4199-on gyorsan lepuskáztam. Na és akkor nézzük, hogy mit lehet még erről a termékről egyébként tudni, mert tök jó kis összetevők vannak benne. Ez a Nora Beauty dúsító olyagfény teltebbé, hidratáltabbá varázsolja az ajkakat. Speciális dúsító komplexet tartalmaz, amely azonnal volumennövelő hatást ér el. Ez a hatás pedig minimum 2, de akár 4 órán keresztül is tart. Minél gyakrabban használod, annál tartósabb lesz az eredmény az ajakfény természetes peptid tartalmának köszönhetően. Használd naponta 3-szor, minimum 28 napon keresztül, és tapasztald meg a dúsító, hidratáló hatását. Hatóanyagait tekintve például tartalmaz paprika kivonatot, gyömbérből és szójababolajból álló,
festítő és dúsító hatású hatóanyag komplexet. Természetes peptid is van benne, amely a kollagén termelést serkenti és a feszességet támogatja. Ezen kívül pedig az avokádó olaj biztosítja a kiváló hidratálást és a bőrpuhítást. Azt írták rá egyébként, hogy kicsit bizsergető érzést is érezhetsz, mondjuk az nem baj, én azt nem szeretem, amikor nagyon csíp, viszont hogyha egy kicsit bizserget, az nem probléma számomra. Én most ezt itt teliben felkenem, és nézzük az eredményt. És hát most 28 napos tesztet nem tudok nektek itt azonnal produkálni, hogy egyébként milyen, de az azonnali hatását látni fogjuk. Szépnek szép, nagyon. És egyébként tök jó az applikátor, mert ezzel könnyű használni. És egy ilyen kis ajakkontúrozást is tudok úgymond vele készíteni, könnyedén. Szerencsére nem csípős. Most a vizsergetés, nem is tudom. Picit. Jaj, várjatok, a nyelvemet bizsergeti most, már lenyaltam véletlen. De egyébként nem vészes. Nem az a úristen, le akarom szedni típusú anket, én nem szoktam szeretni. Na. Egyébként nagyon szép. Most azt nem tudom, hogy tényleg fizikailag hat-e valamit éppen. De az érzetem az, hogy tényleg van olyan dúsító feelingje. Mert nagyon szép. Ó! Bevallom őszintén, hogy nem is feltétlenül számítottam arra, hogy most ez itt le fog venni a lábamról, mert hát egy szájfény, egy ajakbalzsam, jó van, tudjátok. De szerintem tényleg szép. Ez nagyon szép. Szépé tette nagyon a számat a fényével, a kontúrral. Halljátok, most eltelt egy pár perc, és én látom. Főleg a felső részen, hogy azért az ott szebb. Azért van ajaknövelő hatása fizikailag is. Hú, nagyon szép. Ez tetszik. Olyan természetes, de mégis tényleg ad egy ilyen kis juicy, kis teltebb ajak feelinget. Jaj, ez nagyon tetszik. Picit ragad, de semmi vészes. Nem az a nagyon idegesítő, és egy pici bizsergést éreztem, abszolút semmi, tehát nem ilyen hűdecsilis, mit tudom én, micsodát éreztem, teljesen jó. Viszont tudjátok, mit fogok most kipróbálni? És ez lehet, hogy nem fog bejönni, úgyhogy majd meglátjuk. Arra gondoltam, hogy ezt, ami egyébként matt, és nyilván ezt önmagába használnád ide a szádra, megpróbálom rárakni egy picit, rátapogatni erre, és megnézem, hogy milyen lesz az összkép. Hú, gyerekek, a konklúzió az, hogy ez nekem nagyon bejön, és egyébként így is. Nyilván szerintem a tartóságán azért most ezzel rontottam, tehát hogyha csak a mattot raktam volna fel, a matt cheek and dip-en, nem tudom micsoda terméket, akkor biztos, hogy tartósabb szerintem, mint hogyha így a szájfényre. Viszont őszintén én nem gondolom, hogy ez is eltűnne innen 5 perc múlva, és az olyan nagyobbító hatás, meg egy pici fény is lett így, úgyhogy nekem ez így nagyon tetszik. Meg egyébként a szemem is. Ez a pirosító málka is tetszett, mikor ott először kipróbáltam, úgyhogy abban biztos voltam, meg pirosítóként is nagyon tetszik, úgyhogy ezek most nagyon bejönnek. Úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg kommentben, ha ti próbáltátok már ezeket a termékeket, és ezúton is nagyon köszönöm a Nóra Beautynek, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezeket a kincseket itt a videó elkészítéséhez. Ha még esetleg nem tettétek meg, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel csatornámra, mert az nekem nagy segítség, és nagyon örülök, hogy ma is velem tartottatok. Legyen csodás napotok, sziasztok!